Pető gyilkosság a Grand Hotelben, 22. fejezet. Egy pillanatnyi csend után a kapitány olyat csapott az íróasztalra, hogy a tárgyak táncra perdültek. A minden segít. Nem értem, csodálkozott a leány. Beismerő vallomást teszek. Ranke doktor egy levelet küldött este 11 órakor a gyilkosság előtti napon, mert már egy nappal előbb itt volt a betegnél. De csak másnap konstatálta a pest is. Tessék a levél! Átadta. A kapitány elolvasta, ez állt benne. A többszörös gyilkos Borkman és leánya csak tőlem várhatnak kegyelmet. Jöjjön éjjel három órakor a halba, és hozzá a jegyzeteket. Doktor R. Miféle jegyzetekről van szó? Nem tudom. Ki az a gyilkos Borkman? Az apám. Hol van most? Nem tudom. Amikor kiderültek a rémtettei, megszökött Moszkvából. Mi is eljöttünk anyámmal, Batáviában telepettünk le, és a gyótékonyságáról közismert Szergiusz herceg pártfogásába vett. Mit akart öntől, Ranke? Zsarolni. Elmentem a hajnali találkozóra. Azt mondta, hogy felfedi mindenki előtt a származásomat. Nyilvánosságra hozza, hogy többszörös gyilkos leánya vagyok, ha nem szerzek a hercegtől tízezer hollandi forintot a számára. És másnapig adott haladékot. Mi történt másnap a folyosón, amikor önt és a herceget együtt látták, körülbelül a gyilkosság idejében? A herceg a szobájába ment a kesztyűjéért, mert ebédhez nem megy másképp, ez alatt Linner úr szobájából kijött dr. Ranke, és pénzt követelt. Utána mentem. Megláttam a könnyű tört az asztalon, belevágtam a hátába, és gyorsan a herceg után siettem. Csodálkozott, hogy az ajtaj előtt várom, de nem szólt semmit. Ismét mentünk a hetvenes szobák előtt. A lépcsőnél a herceg azt mondta, hogy visszamegy egy pillanatra, azután jött, és kért, hogy menjek a szobámba. Beismerő vallomása alapján letartóztatom, ez természetes. Szeretném, ha megengedni, hogy Becker tanárt ápoljam, hiszen mindegy, hogy hol őriznek. Nem engedhetem meg. Most Ferguson lépett be izgatottan. Kérem, kapitány úr, a herceg kijelentette, hogy beismerő vallomást akar tenni. Ő ölte meg Ránke doktort. A kapitány egy pillanatig úgy érezte, hogy megbolondul.